Üdv mindenkinek, találkoztunk az új videóban. Ez egy új videó. Téma az, ami mindig van, tehát az kifogyhatatlan. Elmentem a szokott helyre, ahol szoktam is videózni. Aztán voltak ott. Mondom, eljövök azon, hogy mit csináljak. Most kicsit beültem ide a gép elé. Meghallgatom a felvedrebb zenémet. A másik csatornámon megtaláljátok, de majd ez alatt a videó alatt a leírásban berakom a másik csatornának a linkjét, meg a Facebook oldalt. TikTokon is elérhettek, ha akartok, ott is követhettek, majd oda is teszek fel valamikor videót, amikor lesz hozzá kedvem, meg hangulatom. Észrevettem, hogy elektromos most már minden, tehát nem kell kiszállnod az autóban is, kinyitnod a kaput, hanem bennülsz az autóba, van nálad egy távirányító, megnyomod, és vársz legalább egy órát, mire kinyílik a kapu. Az idő alatt ötször kinyitod és becsukod a kaput. Tehát nem is értem ezt. Nagyon sok téma van, amit most így gyorsan ledarálnék. Azt vettem észre, hogy nagyon sok kutya még mindig láncra van kötve. Holott a kutyáknak szabadság kell. És egyetlen egy kutyát nem kötünk láncra, és nem tartunk úgy, mert a kutya is érző lélek. Ugyanolyan, mint az ember, és az ember legjobb barátja. Úgyhogy ne kössétek láncra a kutyát, szeressétek, óvjátok, féltsétek, mert ő azért van, hogy vigyázzon rátok, ti meg azért vagytok, hogy vigyázzatok rá. Ennyi lett volna ez a rövid kis videó. Mindent megtalálsz a leírásban, iratkozz fel, nyomj a kis csengőre, hogy elsőként kapd meg a videókat, az értesítést róla, hogy feltöltöttem videót, és ez csak egy ilyen röpke kis videó volt. Téma mindig van.